Sok szeretettel üdvözlök minden kedves ismerőst, hozzátartozó barátot és a díszvendégeinket az Idősebb Vándor Rudolf Fúvó Zenekar emlékhangversenyen. Köszöntöm a Vándor és Belányi családokat, zenekarom névadójának hozzátartozóit, Sülényi dr. Terecskei Erzsébet jegyzőasszonyt, Kistelekváros önkormányzati képviselőtestületének tagjait és intézményeinek vezetőit, a pedagógusokat, Antal Imre város urat, valamint az emlékhangversenyen szereplő együtteseket. Felkérem Mészáros Gábort a Kisteleki önkormányzat nevében köszöntse a megjelenteket. Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a szép novemberi estén. Mindenkit, aki ma eljött ide a városi sportcsarnokában, hogy a 2018-as Idősebb Vándor Rudolf emlékhangversenyt együtt hallgassuk meg. Polgármester úr külföldi tartózkodása miatt engem bízott meg, hogy helyettesítsem a ma este folyamán, és köszöntsem önöket a képviselőtestület és az önkormányzat nevében. Természetesen polgármester úr üdvözletét is hátamra. Szirok Zoltán hadnagy úr egy megtisztelő feladattal bízott meg. Üdvözölhetem a ma este főszereplőit. Először is engedjék meg, hogy Kisteleken szeretettel és nagy tisztelettel üdvözöljem vendégelőadóinkat, Szegedről a Fricsai Ferenc városi fúvószenekart. Nagy tisztelettel köszöntöm kisvárosomban a Délaföldi Projekt fúvószenekart. A ma este folyamán ismét fellépnek közöttünk a Kisteleki Művészeti Iskola Bába Bokra Néptánc Együttesének táncosai, akiket szintén tisztelettel köszöntök. Végül, de utolsó sorban természetesen a vendéglátóink, az Idősebb Vándor Rudolf Fúvó Zenekar, akiket tiszteltel köszönöm. Engedjék meg, hogy a hagyományokhoz híven külön tisztelettel és nagy szeretettel üdvözöljem Rudi bácsi családját, anyanénit, Rudi bácsi és a családjaikat, és jegyzőasszonyjal karöltve szerény ajándékot, virágcsokrot átadjuk tiszteletük jeléről. Thank you.
évről évre, ahogy itt ülök és hallgatom ezeken a szép novemberi estéken, ezeket a gyönyörű muzsikákat, mindig azon gondolkodom, hogy mennyire elrejtve van számunkra az a hatalmas munka, nagy energia és természetesen sok-sok szeretet, ami a zene mögött felrejlik. Ilyenkor én nem tudok más csinálni, folyamatosan mindig ezeket az előadásokat lenyűgözve, csodálattal hallgatom végig az előadást, és engedjék meg, hogy mindenki számára a mai estére hasonlóan szép, csodákkal teli estét kívánok. És köszönöm szépen az idősebb Ángolinak, Fúva zenekarnak és Tilok Zoltán Karmelyúnak a mai este megszervezését, és mindazt a sok szépet, amit tőletek kaptunk és kapunk, további jó munkát kívánok nektek. Köszönöm szépen! Önök is tudják, hagyományunk, hogy vendégelítést fogunk szerepelni az emlékhangversenyre. Ma először a szegedi Fricsai Ferenc Városi Fúvószenekar mutatja be műsorát. A 2000-ben alakult Fricsai Ferenc Városi Fúvószenekar az évek során Szeged város életének meghatározó színfoltja lett. A zenekar tagjai olyan Szegeden tanuló, dolgozó, többségükön amatőr zenészek, akik, bár nem léptek zenei pályára, komoly elfogadottsággal állítják a zenekar szolgálatában több éves, évtizedes zenekari tapasztalatokat. Az idők folyamán neves zsűri előtt kiváló eredménnyel minősült a zenekar több kategóriában is. Repertoárjukon szerepelnek a fúvószenekar számára elengedhetetlen hagyományos fúvószenekari induló, valamint a koncert fúvószenekari hangzás megszólaltatásának céljából a könnyű és komoly zenei átirató filmzenék. A mai hangverseny Charpentier Preludium című művével nyitja. Vezénye Gyimóti Zoltán.
vendégeink előadásában Mikor is Osztakovics korai zeneszerző keringőjét fogják hallani, a fúvózenekari átirat Johann Demey műve. Thank you.
Thank you.
szerei tárja fel a következő válogatás, melyet Jane Oakley szerkesztett és nevezett el Sphinxnek, ebből a darabból hallanak részletet.
Thank you.
Műsoruk végeztével egy kis ajándékkal szeretnék megköszönni a Fricsai Ferenc Városi Fogószenekarnak a vendégszereplést. Kérjük Imolti Zoltánt, hogy vegye át Cirok Zoltánról az ajándékot, amit elkészítettünk. Thank you.
ha a délalföldi projektfúvós zenekar Peteréka Bereniké a Kisteleki Művészeti Iskola fafúvós tanárának kérdésére jött létre, aki benevezett a három évente Dombóváron megrendezésre kerülő fúvós és ütőhangszeres tanárok országos versenyére. Versenyműsorának egy olyan darabot választott, melyben a kíséretet fúvós zenekar látja el. Elsősorban Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa és Kistelet zenetanáraiból és fúvós növendékeiből elbúválódott az együttes, de van közöttük Szegeden tanuló zenész, ismerős barát. Franz Cibóka Flutkrami című művén dolgoztak Bozóki János, a Kiskunmajsai Egresi Vényi Művészeti Iskola igazgatójának vezetése alatt. Áprilisban a Dombóvári versenyen Peteréka Bereniké bronz minősítést ért el. Engedjék meg, hogy kolléganőm nevében köszönetet mondjak Szombathelyi Árpádnak a támogatásért és a próbahelyszín biztosításáért, Cirok Zoltánnak a szervezésben nyújtott segítségért, és Bozóki Jánosnak, aki karmesterként összetartotta a csapatot. Következik Franz Cibulka Flutkari című koncertinója, melyben a fuvola, altfuvola és pikoló szólót Peteréka Bereniké játsza. Közreműködik a délalföldi projekt fúvós zenekar, vezényel Bozóki János.
Ciro Zoltánkkal nagyon szeretne egy kis ajándékkal kedveskedni Szatmári Évának, a Néptánc Együttes vezetőjének. És most már a hazai együttes lépett a színpadra, akiket a kisteletieknek már nem kell bemutatni, de vendégeink és a közönség soraiban először helyet foglaló kedvéért egy ismertetőt mégis elmondok róluk. Az együttes 1987-ben alakult az akkori zeneiskola növendékeiből. A 20-25 főből álló együttes az idők folyamán 50-60 főre bővült. A szokásos helyi protokoll rendezvényeken kívül számos zenekari találkozón, fesztiválon vettek részt, és több versenyen minősítésen is szerepeltek. A legutóbbi minősítés 2015-ben a 25. alkalommal megrendezett idősebb Vándor Rudolf emlékhangversenyen történt a Wozbi Fúvós Zenei Szövetség által, ahol B kategóriában 97 ponttal kiemelt aranyminősítést értek el. Nekünkkel a volt század közepétől a 70-es évek végéig működő fúvós zenekar vezetőjének, az akkori zenei élet kimagasló egyéniségének tiszteletnek, akinek családja a mai napig a művészeti iskola és az önkormányzat után az egyik fő támogatójuk. Minden év novemberében emlékhangversenyt rendeznek névadójuk tiszteletére. Többször jártak külföldön az elmúlt évek folyamán. Többek között eljutottak már Olaszországba, Franciaországba, Dániába, Horvátországba, Vajdaságba, Erdélybe, Lengyelországba. Legutóbb Olaszországban és Bosznia-Hercegovinában szerepeltek nagy sikerrel. Ebben a felállásban 6 éve játszanak. A megfiatalodott együttessel 2012. januárjától alakították ki repertoárjukat. Terveik között szerepel minél több magyar és külföldi zenekarral való megismerkedés, esetleges baráti kapcsolatok kiépítése, illetve külföldi versenyeken való megmérettetés is. A zenekar munkáját több zenetanár is segíti, közülük Horváth Ágnes, Gömöri Balázs és Kalmár Gergely vezényli is az együttes. A zenekar vezetője Ciro Zoltán. Első műsorszámunk Julius Fucik, Florentiner Marsch, amit Gömöri Balázs fog kezényelni.
A következő műsorszám előtt a zenekar szeretné megköszönni névadó családjának, a Vándor és Belányi családoknak, hogy évek óta segítik a rendezvény megszervezését, illetve azt, hogy a művészeti iskola és az önkormányzat után a legfőbb támogatóivá váltak az együttesnek. Fogadják köszönetünket Cirok Zoltán zenekarvezetőtől. És amint az ismertetőben is elhangzott a zenekar célkitűzései közt, hogy hazai és külföldi versenyeken szeretné megmérettetni magát, most is egy nemzetközi versenyre készül az együttes, amit Prágában rendeznek 2019. február közepén. A versenykiírásban szerepel egy kötelező mű, Pavel Stanek cseh zeneszerző darabja, a Fantázia Bohémika, avagy Cseh Fantázia, ezt fogják most hallani. Vezényel Cirok Zoltán.
Hidas Frigyes, második népdalszvit.
Zenekarunkban régi hagyomány köszönteni a sok évet itt muzsikáló tagokat. Most az egy kicsit másképpen lesz, mert nem csak a muzsikáló tagokat fogjuk jutalmazni, ha mondhatom így. Szeretném felkérni Szombathelyi Árpádot, hogy mondja el, amit szeretne ez alkalomból az emléktanulásnak. Mivel én ilyenkor nem tudok beszélni,
ezügyben Orbán Tamás.
zenekaromban régi hagyomány. Köszöntem 10, 15, 20 és 25 éve itt muzsikáló dalokat. Ebben az évben Rostás Gábor 20. Schreiber Béla és Mihály Dávid a 15. valamint Sihár Viktóra a 10 éves jubileumukat ünneplik. Kérjük, vegyék át a jól megérdemelt emléktárgyaikat. Thank you.
Kató Lajos játszik benne harsonyán. Thank you.
Kós zenekari egyveleget. Következik a zárószám, a címe Hegedűs a háztető. Thank you.
akkor most szeretnék kérni a vendégegyüttest, a Fricsai Ferencvárosi Fúvószenekar, jöjjön ide a színpad elé, hogy két közös szám elején még egyszer hallhassák az együtteseket. Először Lehár Ferenc Szamos menti indulója fog felcsendülni, vezényel Gyimódi Zoltán, a szegedi Fricsai Ferenc Városi Fúvószenekar karmestere. Thank you.
Cirok Zoltán fogja vezényelni a közös produkciót, következik Müller, Fejér Mária Andulóra.